Kinek kell a labda? Sziasztok, itt vagyok Zuglóban az Újvidék téren Kumisszal. Azért szeretünk ide járni, mert egyrészt tudok itt vele játszani. Figyelj, mehet? Kumisz, forog! Ez az! Ez az! Oh, és ott van. Tiszta hülye. High five! Másrészt pedig tud ő is játszani a többi kutyával, bár ez többnyire abban merül ki, hogy ha van labdájuk, akkor azt ellopja, elviszi jó messzire, aztán pedig nem adja vissza, és nekem kell utána menni. Figyelj, Kormos! Persze, ha egyedül vagyunk, akkor mindig visszahozza. Na mindegy. Másrészt azért is jó ez a hely, mert itt tudok szembesülni az önnön ostobaságommal. Mindjárt megmutatom, hogy miről beszélek. Nemrég felfedeztem, hogy a hó tele van apró sárga pöttyökkel, aminek a belsejében egy pici mag van. Igazság szerint nem tulajdonítottam neki túl nagy jelentőséget, megvontam a vállam és arra gondoltam, hogy hát ezek biztos fenyőmagok. Bele se gondoltam abba, hogy miért lennének ekkora fenyőmagok, talán azért tűnt ez logikusnak, mert hogy tobozok vannak mindenfelé, esetleg az is eszembe jutott, hogy egy melegebb téli napon kinyílnak szépen a tobozok, és a magok pedig a földre pottyannak. Igazság szerint még azon is elgondolkodtam egy pillanatra, hogy vajon mik lehetnek azok a sárga foltok a magok környékén, és arra jutottam, hogy valószínűleg, ahogy kicsit megolvad a hó, a maghéjból oldódnak ki mindenféle színanyagok. Persze ezt nem pörögtem nagyon túl, ennyivel letudtam az egészet. A dolog ott kezdett gyanúsá válni, amikor itt a Nagybecskerek utcában is ugyanezzel a jelenséggel találkoztam, márpedig innen a legközelebbi nyitva termő is egy körülbelül két utcára levő tiszafa, annak pedig egész biztos, hogy nem ilyen magjai vannak. Ráadásul ezen a helyen nyárfák vesznek körül minket. Bocsi, tévedtem, közelebb is van nyitva termő, méghozzá itt van egy egenyefenyő fölöttem, illetve szemben velem egy boróka. Persze ezek a fajok se nem osztanak, se nem szoroznak a kérdés szempontjából. Viszont még itt sem néztem körül, nem hajoltam le és nem néztem meg, hogy mivel is állok szemben valójában. A kíváncsiságom íjére végül azt tette fel a pontot, amikor a saját erkélyem alatt is ezzel szembesültem. Méghozzá pont az alatt a hely alatt, ahova a madaraknak szánt eleséget szoktam kiakasztani. Jól megzabálták. Megnéztem közelebbről is és kiderült, hogy van itt egy árulkodó jel, méghozzá ez a vöröses-barna kis izé. Ez pedig nem más, mint a Celtis occidentalisnak, vagyis a nyugati ostorménfának a terméséje. És hogy ezt bizonyítsam, elmentem egy ilyen fához és összeszedtem a terméseit, hogy megnézzem, hogy valóban egyeznek-e. Itt vannak a termések, és itt van a mag, amit én szedtem ki. Itt pedig az, ami máshonnan került ide. A hasonlóság észvesztő, úgyhogy az elméletem a következő. A madarak lezabálják a Celtisnek a kis bogyóit, majd pedig a magot nem tudják megemészteni, úgyhogy ezt mindenfelé jártukban, keltükben szétszórják. De hogy miért van egyes helyeken sokkal több mag, mint másokon? Hát gondolom, hogy jobban szeretnek hencseregni a madarak, úgyhogy ott is pottyantanak többet. Még jó, hogy nem kóstoltam meg. Persze ez még mindig nem 100%, csak egy elmélet, lehet, hogy utána fogok járni alaposabban, ha van benne ennyi. De ha tudjátok, hogy mi a megoldás, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben. Ha tetszett ez a videó, lájkoljátok és osszátok meg, ha pedig várjátok a következőt, akkor iratkozzatok fel a csatornára. Sziasztok!